Hat nappal a választás előtt kiszállt a jobbik az ellenzéki összefogásból Győrben. A párt helyi szervezetének négy képviselőjelöltje visszalépett, ezzel szerintük az ellenzéki Moslék Szövetség elveszítette minimális győzelmi esélyeit is. A jobbik Győri elnöke szerint az összefogás vállalhatatlan, úgy fogalmaz, hogy egy proletár rémálom. Gyócsány Ferenc pedig egy értelmes magyar ember nem fog össze. A Jobbik országos vezetése azonnal reagált, a győri szervezetet felfüggesztették, a visszalépő jobbikosok ellen pedig etikai eljárást indítanak. Eljött a várt pillanat, kilépünk az ellenzéki összefogásból. Ezt írt a közösségi oldalán a Jobbik győri elnöke. Fodor Roland jelezte, mind a négy helyi jobbikos jelölt visszalépett. Ezzel szerinte, idézem, az ellenzéki moslékszövetség elveszítette képviselőjelöltjeinek negyedét és a minimális győzelmi esélyeit is. A Jobbik Győri vezetője kijelenti, hogy a DK országos pártközpontja rendelte meg a Győr Fideszes polgármesterét lejárató anyagot, azonban állítása szerint nem ez az oka annak, hogy kilépnek az összefogásból. Fodor Roland egy fotót is csatolt bejegyzéséhez, melyen egy idézet olvasható a Jobbik 2003-as alapító nyilatkozatából. Ez szerint a Jobbik elsődleges feladata, hogy eltávolítsa a hatalomból a kommunista utódpártot és a vele összefort szélsőséges liberálisokat. A jobbikos politikus most azt írja, kizárólag azért csatlakoztak a vállalhatatlan és eltelen, idézem, proletár rémálomhoz és az ellenzéki bohózathoz, hogy megakadályozzák a nemzetellenes baloldali pártok önálló frakció alakítását a Győri közgyűlésben. A jobbik elítéli ezt a lépést? A jobbik országos elnöksége válaszul felfüggesztette a Győri alapszervezet működését. Van a Tibor a párt alelnöke azt mondta, a jobbik vezetése elítéli Győri pártársaik döntését, ezért mind a négy felmenték párton belüli tisztségeik alól, és etikai eljárást indítanak velük szemben. Egyúttal leszögezte, a Jobbik továbbra is az ellenzék közös jelöltjeit támogatja. Elképesztőnek és hiteltelennek tartom egyébként azt, hogy valaki egy ellenzéki együttműködés része, és ott akár még lista és egyéni körzetben való indulási lehetőséget is kap. Majd néhány hónappal később közeledve a választáshoz a kampányfinisben úgy dönt, hogy kiszáll ebből az együttműködésből, és különféle hiteltelen és mondva csinált érvekkel próbálja ezt alátámasztani. A győri jobbikosok ezzel szemben úgy látják, hogy idézem, értelmes magyar ember nem támogathatja a gyurcsányista erők megerősödését, sem győrben, sem országosan. Ezért arra kérik a jobbik szimpatizánsait, hogy az ellenzékiek helyett szavazzanak inkább független jelöltekre. Már csak azért is, mert az ellenzéki összefogásnak és polgármester jelöltjüknek a DK-s szerintük innentől kezdve úgy sincs semmi esélye győrben. Az az összefogás, ami most így úgy amúgy létrejött bizonyos városokban, az romokban hever. Az emelynek nyilatkozó elemző szerint az ellenzéki oldalon hatalmas belső feszültségek vannak. Mráz Ágoston Sámuel, a nézőpontcsoport vezetője azt mondta, mostanra szétesett az az összefogás, amit egyes városokban sikerült létrehozniuk.